Köszöntöm nézőinket, és üdvözlöm a stúdióban Hajdú Zsoltot, az Oktatási, Művelődési és Sportbizottság elnökét. Én is köszöntöm a kedves nézőket, köszönöm a meghívást. Új naptári évet kezdtünk, de azért szeretném, hogyha beszámol nekünk a 2012-es évről, hogy mi mindent sikerült megvalósítani a bizottságnak ebben az évben. Ugye már mindig, amikor beköszönünk, néha úgy apostrofálnak bennünket, hogy a hosszú nevű bizottság, néha nem is mondják ki még testületi ülésen is, amelyen természetesen mi nem sértődünk meg, hiszen már itt is elmondtam néhányszor, ugye, hogy korábban két cikluson keresztül az Oktatási Bizottságot vezettem elnökként, most pedig ugye már a művelődés és a sport területe is hozzákapcsolódik a bizottság tevékenységi köréhez, ami hát így kimondva, és ugye hosszú, ahogyan ezt megsporolják néha, de tartalmában is egyébként meglehetősen gazdag, azt lehet mondani. És mindig jár az ember feje, nekem is az jutott eszembe, egyik szomszédom azt mondta, most egy picit elkanyarodok, de aztán a lényegi dolgokhoz kezdem, hogy minek a képviselő, mit csinálnak a képviselők egyáltalán. És akkor, amikor megkért, hogy jöjjek el ide, és beszéljek arról, hogy a 2012-es évben mit csináltunk, magam is akár mit csináltam, akkor eszembe jutott ez a kérdés, és hát ugye csak úgy kezdjük összeszedni, hiszen van beszámolási kötelezettségünk is a képviselő testület előtt. A pillanatnyilag a 26. pontnál tartok, amely minden egyes tétel valami fajta olyan tevékenységi területet jelent, amelyben a bizottság és a bizottság tagjai is természetesen, akár rendes, akár külső tagjai is aktívan és tevékenyen részt vettek, és ez nagyon sokszori összejövetel, sok munkát jelentett. Természetesen a város polgármesteri hivatalának hatható segítségével, hiszen a tényleges gyakorlati munkát, ami operatív dolgai mellett, azt ők végzik. Milyen gyakran ülésezik ez a bizottság? Alapvetően ugye a testületi ülések előtt van, amikor már a képviselő testületi anyag is ismert, igen, akkor ugye van, de hát mint kiderül, legtöbbször ez kevés. Tehát ha azt nézzük, hogy az oktatásban mennyi minden változott, most ha ezt a területet nézzük, ezzel 2012 eleje óta is, akkor azt mondom, hogy már az indokolja, hogy nagyon sokszor összejön. De hát olyan dolgok, amelyek ugye ha tavaszba belekezdek, akkor ugye ilyenkor kora tavaszban, most már újra 2013-as évre is gondolván, ugye a vezetői álláspályázatok, ilyenkor elindulnak ugye a beiskolázási időszakok, amikor már elkezdjük szervezni az általános iskolai beiratkozásokat, illetve szerveztük, mert most már ugye ez nem a mi feladatunk lesz, tehát számos ilyen dolog nagy mértékben lecsökken egyébként az oktatási területen lévő tevékenységünk. Tehát a tavaszi időszakban például ugye tartottunk szokásosan kinn a kultúrházban, szerintem tömött nézőtéren, önök is kinn voltak a televízióval, oktatási fórumot, ahonnan már hívtunk környező kerületből is általános iskola igazgatót, aki szintén felajánlotta szolgáltatásait. A tavasz időszakához tartozik az, hogy a költségvetés elfogadásakor a bizottság megpróbálja a saját elképzeléseit keresztülvinni.